Ha téged is érdekel a fény és látványtechnika, akkor látogass el erre a weboldalra. Megtalálsz mindent, ami kellhet ahhoz, hogy elérd a kívánt látványt. Spot, beam, bosch, par, és még sorolhatnám, mennyi típusú lámpa kapható itt. Vannak komplett szettek is. Ha esetleg lézert és hozzávaló füstgépet keresel, azt is megtalálod a kínálatban, de akár akus parlámpákat is tudsz venni. Az itt megvásárolt termékekre egy év garanciát ad az áruház, és van telefonos support is, ha esetleg elakadnál a beüzemelésben. A videót a fénytechnikashop.hu támogatta. Na helló srácok! Az asztalon ismét egy Electro Voice hangfalacska, ezúttal egy ZLX15-ös topláda van itt. Ez be sem kapcsol, tekintve, hogy biztosíték sincs benne. Ugyanis ez így volt, mikor hozzám került. És hát szomorúan konstatáltam, hogy nincs benne biztosíték. Úgyhogy hát valószínű, hogy azt ellőtte. Annak meg az lehet az oka, hogy a tápja zálatba vágta magát, de kukkoljunk bele, azt nézzük meg. Előre dolgoztam, hogy ne kelljen itt a csavarozást, nézzétek, csak ezt az egyet hagytam benn. Gyors legyen a téma. Na nézzük, mit sikerült megölni. Ja, bocsássatok meg, kettőt hagytam benne. Nem figyeltem. Na nézzük. Ezt a két csatlakozót kell csak eloldani. Az egyik az első LED világításért, ami a Electro Voice feliraton világít. A másik meg a tápról jön. Hát vegyük szemügyre ezt a panelt. Így első blikre ugyanaz a nyűgje, pontosan ugyanaz a nyűgje, mint a másiknak volt, hogy összeokátta magát a tápja. Na ezt mindjárt megmutatom nektek közelebbről. Ezt innen levesszük. De hülye vagyok, azt mondtam, hogy a táp, dehogy a táp, a magas meg a mély. Édes jó Istenem, már megint késő van. Dehogy a táp, hát a táp itt van benne. Mit beszélsz, te ember? Na nézzük. Szóval a helyzet ott látszódik. Isten igazából. Hát a másiknak is ugyanez volt a baja, amelyik beázott egyébként. Ugyanez a része okátta össze magát. Most mondhatnánk, hogy ezt a pár alkatrészt kicseréljük, és jó lesz, de ez sajnos nem így van. Mert a másiknál sem így volt, úgyhogy ezt most egyenesen elküldöm az Utopia szervízbe. Ők... Ott van egy idősebb figura, akivel szoktam beszélni, és iszonyatosan nagy szaki. Tehát ezt ő simán megoldja nekünk anélkül, hogy ki kelljen cserélni ezt az egészet, mert egyébként a másikban sajnos ki kellett cserélni így, ahogy van az egész panelt. Hát a vas maradt, az egy 130 000 forintos karika volt, de ezt itt meg fogják nekünk oldani. Gyönyörű szépen. Csak el kell nekik ezt küldjem. Megjavítják, visszaküldik, illetve megjavítják, utalok, azt visszaküldik. És halálkorrektek, szóval ajánlom őket nagyon, mert nagyon könnyű velük együtt dolgozni, és semmi reklám nincs benne, nekem nem csináltak még meg semmit ingyen, nem kaptam tőlük semmit ingyen, ezt tényleg azért mondom, mert jók. Mert kurva jók, a fickó egy zseni lehet ott is, hát gondolom már kis ujjában van a szakma, és így az Electro Voice-okkal kapcsolatban hát gondolom tud mindent, és azért bízom ezt rá, mert megvan hozzá mindenük, ami kell. Na jó, hát ez így sajnos egy elég rövidke epizód lesz, mert ebbe most így több nincsen, majd maximum felveszem még, hogy mi lett vele, ha kész van.
De még mielőtt befejezném a videót, kukkancsunk ebbe is bele, hogy mennyivel másabb, mint egy ZLX12. Hát felépítését tekintve teljesen tök ugyanaz. Teljesen minden ugyanaz, csak egy picit nagyobb. Itt ide így hanyagul bedobálva egy ilyen csillapító szivacs van. Ha jól emlékszem, ezt az ZLX12-esben nem találtam. Akkor van itt egy 8 ólomos hangszóró EV15J típusjelzéssel. Hát na. Én nem mondok semmit. Ez van benne, az cső. De. Ja. Édes jó Istenem. Édes jó Istenem. Áj, ez meg. Ezek a vezetékek is, érted? Nem már. De tényleg nem már. Halljak meg szatyorba, hé, a 16,5 centis hangszóromhoz vastagabb vezeték megy. De miért csinálják ezt? Na mindegy. Hát tudjuk, hogy miért csinálják ezt, de de ez mi a faszom? Mi a faszom ez az? Mi a faszom veled te? A minimum idáig kéne, hogy érjen a mágnes. Idáig. Hát esély, ez a torzítás, kompenzációs nyillás is. Jó van. Hát de mindegy, egyébként kurva hangosan szól, azt az elvitathatatlan, de hát ezt eltekintve nem tudom. Furcsa kettősség ez. Megmondom nektek, hogy miért. Azért. Mert itt röhögök rajta, hogy mekkora mágnes van a hangszórón, meg hogy ez mi a pöcsöm, ez a műanyag magas hangsugárzó? Tehát ezen is így röhögök. De bázd meg, mikor ott van melletted, és hallgatod, és használod monitornak, akkor meg leszaggatja a fejedet, szóval ezért van bennem ez a furcsa kettősség, meg röhögök itt a izén, a végfokján, hogy mit tudom én, zenegép végfok van benne, ami egyébként ott van. A TDA, mit tudom én, milyen végfok van benne, bár a múltkor írták, hogy az biztos csak a magasé. És elképzelhető, hogy ebben meg ők hajtják a mélyet. Mindjárt leveszem róluk azt a... És megnézzük, milyen alkatrész az. Kíváncsi vagyok most már, hogy lehet, hogy D-osztályban van hajtva a szub, és a magasat meg hajtja az a TD, a zenegép végfog. De mindjárt lekapom a burkolatot onnan, azt a leszorítót, azt akkor megnézzük, hogy milyen alkatrészek azok. Nem igazán találtam semmit erről a csodabogárról, RFGE44G. Itt mellette van még egy ugyanolyan, ez meg egy, itt ez alatt van egy, mi az Isten, LM377, vagy mi a picsa volt alatta? És arra meg azt hozza a datasheet, hogy dual 2 watt audio amplifier. Most, hogy ez a másik oldal mi a picsa, nem mondom, nem találtam azokról az alkatrészekről semmit, de nézzük meg, hogy milyen TDA van benne, mi hajtsa igazándiból. Ott van gyerekek a csoda, TDA 7294, ha jól tudom, ez egy 100 wattos sztereó erősítő, és rámerem tenni a gyíkomat, hogy ennek az egyik fele hajtja a mélyet, a másik meg a magossat. Mindjárt megnézem ennek is a datasheetjét. Nem, nem, hatalmas tévedésben vagyok, ez egy mono 100 wattos végfok. És akkor most már tényleg csak az a kérdésem, hogyha ez hajtja a magasat, akkor mi hajtja a mélyet? Vagy ha ez hajtja a mélyet, akkor mi hajtja a magasat? Akkor valószínű ezek a cuccok itt. És mondom, arról az ég egyet a világon semmit nem találtam. Ez még itt azt hiszem, itt a táprész, igen, ott van elválasztva. Ott az a sárga csík mutatja, hogy
tápnak melyik a primer és melyik a szekunder része. Úgyhogy a hanggal kapcsolatos dolog az vagy ez lehet, vagy az lehet. Majd az okosok mondják úgy is, hát nem vagyok én hülye, hogy mindent tudjak. Na közben utána jártam, és én voltam a naív egyébként. Azok ott stabícék. Én voltam a naív, amikor azt gondoltam, hogy egy másik IC-ről hajtják majd a magasat. Nem. Ez az egy mono végfok hajtja a magasat is, és a mélyet is, és akkor ugye a magasnak valahol kondis kis hangváltón keresztül jut ide el a hangja, ugye mert itt van rajta a high minus high plus low minus low plus. És akkor valahol itt van valószínű itt a erősítő IC utáni, hát most ugye a takonytól nem nagyon sok mindent látni, de valahol ott van rajta egy bipoláris kondenzátor a magas megszűrésére, és ennyi. Úgyhogy 100 watton osztozik a mély és a magas összesen, úgyhogy aki a múltkor azt mondta, hogy az a TDA IC az csak a magasat hajtja, az tévedett. Sajnos ez hajtja a magasat is és a mélyet is. Én voltam a naív, hogy azt gondoltam, hogy külön van hajtva a kettő. Így aztán végképp nem értem a dolog jóságának miben létét, mert attól eltekintve, hogy egy trágyalé ez az egész, így ahogy a kezemben van, ez egy kalapszar. Mégis jól szól, és nem tudom megmondani, hogy miért. Kár, hogy már nincs itt az ELX-15, azzal szívesen összehasonlítanám ezt az ELX sorozatú hangfalat. Nem tudom megmondani, hogy mitől szól ez jól, de bazd meg, jól szól. Nem tudom, hogy miért, de jól szól. Na minden esetre, erről a vidinyóról ennyit. Egyébként ehhez, a TDA végfokhoz, piszok könnyen lehet építeni egy kapcsolást, amivel egy darab 100 wattos erősítőt tudsz magadnak építeni, mert hogy itt azért ebbe úgy be van integrálva minden. Egy pár kondi kell hozzá és cső. Hát ja. Nem igazán jutok. Szóval én voltam a buta, hogy azt gondoltam, hogy külön hajtják, de hát miért is hajtanák külön igazából. Néztem, hogy nem-e van itt alul, ugye szokták úgy csinálni, hogy alulról van egy IC-be szerelve, és amikor a panelt rárakják, akkor az hozzászorítódik ide, és akkor a D-osztályba hajtják a mélyet, de hát tök üres az alja, úgyhogy ezt nem így van, szóval ennyi. Meg hát mondom, megnéztem, ez az egyetlen egy TDA végfok van benne, és ezen osztozik a magas is és a mély is. Úgyhogy hirtelen ennyi erről a ZLX ládácskáról. Majd, hát nem tudom, ha kész lesz, lehet meghallgatjuk, vagy nem, majd látom. Na mindegy, srácok, jók legyetek. Szevasztok.